Sziasztok! A mai videóban a kedvenc német YouTube-osaimmal szeretnék tovább haladni, mert hogy elég régen kezdtem bele ebbe a sorozatba, és hogy azóta is vannak újabb és újabb kedvenceim, és tőletek is érkezett már nem egy kérdés ezzel kapcsolatban. Úgyhogy itt vannak az újabb kedvenceim, 10 YouTube-os szedtem össze. Mindegyikőjük a szépségápolás, sminkelés, lifestyle vonalon mozog. Én ugye ilyen témában szoktam magam a videók nézésével szórakoztatni, úgyhogy ilyen témában vannak kedvenc német YouTube-osaim. Az első kedvencem ebben a körben Flikjen, akinek mindenkinek belinkelem majd természetesen a csatornáját, és az az igazság, hogy őt nem olyan rég fedeztem fel magamnak, és nagyon-nagyon relatív kevés feliratkozója van, amit én nem igazán értek, mert szerintem nagyon-nagyon jó humora van, nagyon elbűvölő személyiség, amúgy Kölnben él, úgyhogy sajnálom, hogy még nem akkor fedeztem fel magamnak, amikor Kölnben laktam, mert abszolút el tudom képzelni, hogy esetleg még találkoztam is volna vele. Igen, nagyon tudom ajánlani, tényleg a humora szerintem kiemelkedő, úgyhogy aki vevő, az ilyen kicsit ironikus humorra, annak biztos, hogy szimpatikus lesz ő is. A második kedvencem Ella Döbbi, aki Organizella néven egy könyvet is kiadott már, ami az egyetemistáknak segít, ad egy kis iránymutatást arra, hogy hogyan lehet rendszerezni az egyetemista életet. Amit én benne nagyon-nagyon szeretek, nagyon sok feliratkozója van, viszont ő egyáltalán nem szállt el, megmaradt két lábbal a földön. Szeretem a beszélgetősebb videóit is, nagyon szeretem, hogy van nála ilyen Café Clutch sorozat, amiben tényleg olyan témákat vesz elő hétről hétre, amik érdekesek, és amikről tényleg beszélni kell. Emellett vannak beauty videói is. Számomra egy nagyon-nagyon szimpatikus személyiség, és ezt így a többi kedvencemnél is látni fogjátok majd. Természetesen itt is megvannak a leghíresebb YouTube-osok, viszont akiknek nem tudom, már több mint 1 millió feliratkozója van, viszont én őket már egyáltalán nem szoktam nézni, mert az az igazság, hogy szerintem a YouTube elkezdett így a nyereségre menni, és a leghíresebb YouTube-osok is inkább a klikvadászatra mennek, ami számomra nem szimpatikus, én nem szeretem a prank videókat, én nem szeretem a különböző challenge videókat, amiben mindenféle ökörséget kell csinálni. Van egy-két challenge videó, amit nagyon szívesen megnézek, és amit szeretek, viszont én még mindig inkább az igényesebb tartalmat keresem, ami esetleg smink témájában is lehet igényeset alkotni. Igen, és illetve nekem nagyon fontos a videósnak a személyisége, és épp ezért olyanok a kedvenceim, akik nem szálltak el maguktól, akik megmaradtak olyan egyszerű embernek, mint amilyenek YouTube előtt is valószínű, hogy voltak. Na szóval Ella is ilyen, és a következő kedvencem Alicia Marie, Oder Alicia Marie, nem tudom, Ellie-nek hívják a lányt. Neki két csatornája is van, ő énekes nő is egyben úgymond. Én ezt az énekes csatornáját egyáltalán nem szoktam nyomon követni, pedig nagyon-nagyon jó hangja van. Engem a sminkjei érdekelnek. Bombasztikus sminkeket készít, nem csak hétköznapokra, hanem alkalmi sminkeket is. Az az igazság, hogy nem tudom, hogy ő elvégzett a sminkes tanfolyamot, viszont tényleg mesterműveket szokott kiadni a keze közül, illetve amit én nagyon szeretek benne, engem az ilyen extrém sminkek, maszkozás, az nem igazán érdekel. Persze látom, hogy nagyon szép dolgokat, vagy hát nagyon különleges dolgokat lehet alkotni, viszont nekem ez így nem az én területem, úgymond. Nála viszont pont most Halloween előtt volt egy ilyen sorozat, amikor nem csak Halloween is sminkeket készített, hanem egy-két olyan apróságot is megosztott így a nézőkkel, hogy hogyan lehet, nem tudom, milyen maszkot előállítani, zselatinnal hogy kell dolgozni, ami hogyha valaki ilyen irányba is szeretne elmenni, akkor nagyon praktikus és nagyon ötletes. Németországban is volt a NYX Face Awards verseny, idén, és ő nyerte meg, mondanom se kell, hogy miért, egyszerűen nagyon-nagyon tehetséges. Nézzétek meg nyugodtan ezeket a NYX Face Awards-os videóit is, mert egytől egyig elképesztően jókat alkotott, arról nem is beszélve, hogy a videókat is nagyon-nagyon jól szerkesztette meg, nagyon igényesre sikeredett az elejétől a végéig az egész produkciója. A következő kedvencem Jasmin Ár, ő Angliában él, és ő egy blogger, méghozzá a TNTwix blogot írja egy másik lányjal.
Benne is azt szeretem, hogy ő is egyedi lány, van egy nagyon különleges kisugárzása, viszont mégsem szállt el, mégsem veszítette el szóval tudja magán, hogy honnan indult. Neki a videói közül nem is tudom, hogy még a kedvenceim vannak, neki is sminkes videói, viszont ő elég visszafogottan szokta magát sminkálni, és épp ezért ezek a sminkes videói is elég visszafogottak szoktak lenni, de tényleg szeretem az összes videóját. Neki, hogyha jól tudom, akkor e-book formájában jött ki receptkönyve, szokott lenni néha főzős videója is, emellett neki is van ilyen organizációval kapcsolatos videója is, Juliet Bournellal kapcsolatos videó, ami engem így nem igazán hoz lázba, de tudom, hogy sokak szeretik, úgyhogy én őt is jó szívvel tudom nektek ajánlani. Ja, és ami még nagyon-nagyon fontos, hogy szerintem neki is nagyon igényesek a videói, és én nem igazán szoktam nyomon követni fashion bloggereket vagy vloggereket, mert ez a fashion téma, ez engem annyira nem hoz lázba, viszont nála az ilyen outfit videók is tetszenek, mert szerintem nagyon jó stílusa van. A következő kedvencem sajnos egy ideje nem videózik, méghozzá Julina Marchról van szó. Nem is tudom, hogy kerültem. Azt hiszem, hogy a YouTube ajánlotta fel a videóit, és elkezdtem nézni. Nagyon szimpatikus, tele van piercingekkel és tetoválásokkal, úgyhogy ő azért elég sok hideget és meleget is szokott kapni. Én nem tudom, hogy lehet ilyesmi miatt valakit elítélni. Mindegy, mostanában nincsenek videói, valószínű, hogy azért, mert hogy a harmadik kisbabáját várja, és hogy valószínű, hogy emellett nem jut annyi ideje a videózásra. Viszont neki nagyon szeretem a sminkes videóit, szeretem a beszélgetősebb videóit is, úgyhogy nézzétek vissza nyugodtan egy kit régebbi smink tutoriáját, mert érdemes tőle is lehet tanulni. A következő kedvencem Julia Graf, akire ti hívtátok fel a figyelmemet. Ő Svájcban él, és van egy angol nyelvi csatornája. Mivel én angolul nem tudok, ezért a német nyelvi csatornáját szoktam nézni, amit sajnos nem olyan rendszeresen szokott frissíteni, mint amennyire én szeretném. Viszont imádom a sminkelős videóit, imádom a csomagkibontós videóit, ő ugye elég nagy feliratkozó számmal rendelkezik, úgyhogy tényleg nagy kozmetikai márkáktól is szokott kapni csomagokat, és egyszerűen tényleg ilyen nyálcsorgatva nézi az ember az ilyen videókat. Igen, nekem ő is egy nagyon szimpatikus lány. A következő kedvencem Lena Turns Green, aki az előtt említett Ella Dobbynek az egyik barátnője, és Lénának is elég kevés feliratkozója van, szerintem ő is sokkal-sokkal többet érdemelne, ugyanúgy, ahogy Frickjen is. Ellában is a humorát szeretem neki, és egy kicsit, ő már inkább szerintem lehet egy kicsit szarkasztikus is. Nagyon szimpatikus, elég rövidek szoktak lenni a videói, viszont mégis tartalmasak. Jól vannak megvágva a videói, és egyszerűen kedvelem a személyiségét, ami a videói által átjön. A következő kedvencem Madame Tamtam, Jasmine, oder Jasmine, nem tudom, hogy kell kimondani a nevét pontosan. Őt is nagyon szeretem, ő már egy elég régi motoros, neki elég sok feliratkozója is van, ő elég neves youtubernek számít itt. Nagyon szeretem, ő ugye ebből él, nagyon sokan a felsoroltak közül tényleg már abból élnek, hogy YouTube-bal foglalkoznak. Ő is ebből él, és nagyon profi videókat készít. Szeretem a stílusát, azt, hogy ő is egy inkább visszafogottabb típusú lány. Nagyon szép sminkeket szokott ő is készíteni, bár nem úgy, ahogy Ellie például, nem ennyire extrém szépeket, vagy extrém jól kidolgozottakat, hanem inkább olyanokat, amiket ő is hétköznap visel. Viszont ez engem is érdekel, mert hogy hétköznap annyira én sem, hétköznap én sem hordok extrém sminket. Amit még nagyon szeretem a kedvences videóit, mert szerintem azokat is nagyon jól szokta kivitelezni. Nagyon szeretem a vlogjait is, mert szerintem érdekes dolgokat csinál. Nem sok embernek szeretek így bele tekinteni az életébe, jobban van, mindenkiben van kíváncsiság, úgyhogy igen, szeretek belenézni mások életébe. Viszont nem sok embernek köt le úgymond az ilyen vlogja, és az ővé az abszolút leszokott kötni. Úgyhogy én őt is jó szívvel ajánlom nektek. Emellett az utazós vlogjait is nagyon-nagyon szeretem.
Mert hogyha esetleg én is egyszer eljutok New Yorkba, vagy nem tudom, hogy hova, ahol ő is járt, akkor tényleg biztos, hogy meg fogom nézni az ezzel kapcsolatos videóját, mert nagyon sok információt elhint, hogy hova érdemes esetleg elmenni, amik nincsenek benne turistakönyvekben, kávézókat, éttermeket, ilyesmiket is szokott ajánlani. Az utolsó előtti kedvencem csatornája Pénpont nevet kaptam, őrá is nemrég lettem figyelmes. Ez a lány Freiburgban él, bár ha jól tudom, akkor most fog valamikor majd Berlinbe költözni, hogy egy sminkes tanfolyamot elvégezzen. Ő is egy abszolút visszafogott kisugárzású lány, nagyon-nagyon szép sminkeket készít, neki sminkes a foglalkozása. Azt hiszem, hogy a Bobby Brown-nál kezdett el dolgozni eleinte, aztán a MAC-nél. Na szóval igen, hogy sminkesként dolgozik, és ez meglátszik a videóin, meglátszik, hogy tényleg van szakmai tudása mögötte, úgyhogy neki inkább az ilyen smink tutoriáljait szeretem nézni, viszont minden érdekel, amiről beszél, mert a hangszínét is nagyon-nagyon szeretem, nagyon kellemesen beszél. És az utolsó kedvencem ebben a körben Tali Quindio, vagy Quindo, így sem tudom, hogy kell pontosan kiejteni a nevét. Ő egy profi sminkes, Berlinben él, és ő tényleg a Maybelline-nel járja a világot. Nagyon szeretem a videóit, nagyon professzionálisak, nagyon sokat lehet belőle tanulni. Nem is tudom, így szoktak ilyen nagyon jó videói lenni, hogy hogyan lehet megelőzni azt, hogy a szem alatti karikákból begyűjjön például a korrektor, vagy az alapozó a nap folyamán, vagy hogy hogyan lehet tökéletes sminket készíteni. Nagyon szeretem a smink tutoriáljait, emellett nekem nagyon szimpatikus a felfogása. Vannak olyan videói is, amit csak ezért nézek, most az egyik legutóbbi videója is arról szól, hogy adjuk önmagunkat, és hogy smink nélkül is szeressük magunkat, amivel abszolút egyetértek, és külön jónak tartom, hogy ezt olyas valaki adja tovább a nézői felé, aki sminkeléssel foglalkozik, akinek tényleg ez a szakmája, mert ez igenis nagyon-nagyon fontos. Ezek voltak most azok a videósok, akiket mindenféleképpen ki szerettem volna emelni. Jön még egy forduló, sőt szerintem még kettő, mert időről időre én is feliratkozom új csatornákra, és egyszerűen mindig egyre-egyre több kedvencem lesz. Az előző kedvences videót be fogom linkelni valahova, illetve arra is gondoltam, hogy majd összeszedem tényleg a leghíresebb német YouTube-osokat, akik közül én egyet sem nézek már, de hát ez van. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy tetszett, és szeretném, hogyha kérdeznétek, mert szeretnék egy ti kérdeztétek videót, úgyhogy ehhez még mindig gyűjtöm a kérdéseket, hogyha szeretnétek, hogy valamit megválaszoljak, akkor légy szíves a kérdéseket a kommentárokhoz írjátok meg. További szép napot kívánok nektek! Sziasztok!